Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Nem kellett sokat várni, hogy az Orbáni pedofil hálózat ismét megmutassa erejét és befolyását. Alig jelentették be, hogy pszichológiai alkalmassági vizsgálatnak vetik alá a gyermekekkel foglalkozó intézmények vezetőit, már a kiderült, hogy az egyházi intézmények vezetőit mentesítik az ellenőrzés alól. Orbán Viktor tehát jelenállás szerint úgy gondolja, hogy az állami gyermekvédelmi intézményeket nem vezethetik pedofilok. Az egyháziakat azonban igen, hiszen az egyházi pedofiloknak az úr úgyis mindent megbocsájt. Balogh Zoltán bizonyára elégedett a döntéssel, ismét csak a gyermekek szempontja nem számít a kormánynak. A demokratikus koalíció szerint ezzel ismét bebizonyosodott az Orbáni pedofil hálózat ereje és befolyása. Az Orbán rendszer nem fogja átvilágítani a gyermekvédelmi intézmények jelentős részét. Éppen azokat az intézményeket nem, amelyeket tömegesen adott át az elmúlt években az egyházaknak. Balogh Zoltán világosan elmondta a hétvégén, hogy mire számíthatunk. Szerinte ugyanis a kutyából is lesz szalonna. Magyarán pedofilok is foglalkozhatnak gyermekekkel. Neki dobja most oda az Orbán kormány a gyerekeket. Őket nem fogják ellenőrizni. A DK szerint ez azt jelenti, hogy csak az Orbán rendszer felszámolásával lehet véget vetni az Orbáni pedofil hálózatnak. Milyenre készülünk? Az Orbán kormány tehát nem fogja megvédeni az egyházi intézményekben lévő gyermekeket a pedofiloktól. A kegyelmi ügy láthatóan semmit nem változtatott. A fideszes pedofilok továbbra is törvények felett állnak. Orbán Viktor elárulta a gyermekeket, amikor kitüntetett egy pedofilt. Elárulta a gyermekeket, amikor kegyelmet adott egy pedofil segítőnek. És elárulja a gyermekeket most is, amikor pedofil intézményvezetőket fog tömegesen futni hagyni. Az Orbáni pedofil hálózat gazemberei, a Balogh Zoltánok láthatóan ma is fontosabbak, mint a gyermekek. A Demokratikus Koalíció szerint ismét bebizonyosodott az Orbáni pedofil hálózat ereje és befolyása. Az Orbán rendszer éppen azokat a gyermekvédelmi intézményeket nem fogja átvilágítani, amelyeket tömegesen adott át az elmúlt években az egyházaknak. Balogh Zoltán világosan elmondta a hétvégén, hogy mire számíthatunk. Szerinte, idézem, kutyából is lesz szalonna. Magyarán pedofilok is foglalkozhatnak gyermekekkel. Nos neki dobja most oda az Orbán kormánya gyerekeket. Őket nem fogják ellenőrizni. A DK szerint ez azt jelenti, hogy csak az Orbán rendszer felszámolásával lehet véget vetni az Orbáni pedofil hálózatnak. Erre készülünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!